És el is startolt tehát az ötödik futam 1200 méteren ez a gyöngyvirág handicap, Ron Ripley Forward, hogy vártuk, remekül kezd, és egyelőre könnyen kézből vezet. Nyomában azonban ott vannak a többiek, egy picit meglovagolva Mr. X felzárkozik mögé bent a falon. A Luckstone, illetve egészen kívül harmadik spurban Princess Passion az, aki próbálja tartani a lépést a favorittal. Egyelőre nagyon együtt a mini mezőny mind a négyen, ott 2-3 oszon belül. Ron Ripley Forward mögött pedig, mint hogyha egy népesebb csapatot látnánk, fejfejt jön a három ló belül. Mr. X, Luckstone van középen, volt középen, mert most kicsit kezd fáradni, és lovagolva Princess Passion is egyelőre tudja tartani a lépést a vezető lovakkal. Ron Ripley Forward előnye nem nagy, de hát egyelőre kézből tudja tartani a mögötte érkezőket. A falon Mr. X még mindig talán második, Princess Passion pedig a harmadik, Luckstone pedig jelen állás szerint érdemben kiszállt a helyezésekért való küzdelemből. Az utolsó 300 méter kezdetén Princess Passion próbál támadást indítani Ron Ripley Forward ellen, Mr. X szívósan védekezik, talán az ezüstér még harcba lehet. Ron Ripley Forward előnye 3 osz, sok kérdés nem nagyon férhet ahhoz, hogy ezt a versenyt ő fogja majd megnyerni. Végig vezetve Mr. X hajrázik egy picit bent a falon, Princess Passionnel csatáznak végül Ron Ripley Forward mögött, Princess Passion lesz a második, Mr. X a harmadik, és nagyon messzi negyedik, Luckstone.